Nem jutott ki különösen érzékeny adat a Magyar Honvédségtől a hackerekhez. Ezt állította Gulyás Gergely a Kormányinfón, azzal kapcsolatban, hogy egy ismeretlen csoport feltörte a Honvédség egyik ügynökségének szerverét, és zsarolni próbálja a minisztériumot. Az ügyben vizsgálat indult. A Kormányinfón sokszor szóba került Donald Trump győzelme. Gulyás Gergely azt mondta, a kormány külön gazdasági megállapodást készül kötni az USA-val, hogy Magyarország elkerülje az új elnök gazdaságpolitikájának negatív hatásait. A stílusvitában kivételesen nem vennék most részt. A Magyar Hang írta meg, hogy feltörték a Honvédelmi Minisztérium védelmi beszerzési ügynökségének szerverét, és titkos adatokat loptak el, amiért a hackerek 5 millió dollárt követelnek a magyar kormánytól. Az ATV erről is kérdezte a minisztert. A jelenlegi tudásunk szerint semmi olyan, ami a magyar nemzetbiztonsági érdekeket sértené, vagy annak a magjához tartozna, nem került ki, de folyik egy vizsgálat. Gulyás Gergely később elismerte, az adatok kikerülése érzékenyen is érintheti Magyarországot. Nagyon sok titkosított adat van a védelembeszerzési ügynökségnél, hogy pontosan mi milyen mértékben károsodott vagy juthattak hozzá, ennek a felmérése most zajlik. A miniszter leszögezte, a kormány nem fizet a hackereknek. Ez most, ha lehet, akkor még súlyosabb a magyar nemzetbiztonságot alapjaiban megrengető szivároktatás és valószínűleg egy bűncselekmény, és ennek megfelelően a honvédelmi miniszternek azonnal le kellene mondania, és felelősségét pedig ki kellene vizsgálni. Magyar Péter hozzátette, már Szijjártó Péternek sem szabadna hivatalban lennie a korábbi orosz hacker támadás után. A Demokratikus Koalíció Orbán Viktor meghallgatását sürgeti a házbizottságban a hacker támadás miatt. Nagy kérdés azok után, hogy a miniszterelnök egyébként elmondja, hogy mi történt, mikor történt, és milyen eszközökkel képesek szavatolni a magyar polgárok biztonságát, az, hogy milyen eszközökkel képesek megvédeni ezeket az informatikai eszközöket. És még egy kérdés feltődik, hogy tájékoztatták-e erről a NATO illetékes szerveit. Sok esetben... Tarjányi Péter a Spirit FM-nek nyilatkozva elmondta, ez egy komoly védelmi fiaskó. Ez még csak az első lépés, korán sem jelenti azt, ez az egész akció, hogy itt vége van ennek az akciónak. Itt telepíthettek olyan eszközrendszereket, amelyek képesek később ezeknek az embereknek, ezeknek a csoportoknak, vagy ennek a csoportnak belépési lehetőségeket biztosítani. A Kormányinfón Gulyás Gergely arról is beszélt. Személy szerint ő nem gondolta volna, hogy Donald Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást. Újságírói kérdésre elismerte, a magyar gazdaságra nézve akár negatív következményei is lehetnek az új amerikai gazdaságpolitikának. A Kormányinfón elhangzott, a kormány szeretné, ha a munkáltatók és a munkavállalók 3 évre szóló bérmegállapodást kötnének. A miniszter azt is bejelentette, hogy januártól adókedvezményekkel segítik, hogy a cégek havi 150 000 forintos lakhatási támogatást adhassanak munkavállalóiknak.